Bőven volt dolguk a megye tűzoltóinak a napokban a szabadtéri tüzek miatt. Csak hétvégén 68, míg az egész múlt héten 100-nál is több esethez vonultak. Jellemzően külterületen gyulladt meg a száraz aljnövényzet, de az is előfordult, hogy lakóépületeket veszélyeztettek a lángok. Ezek fellobbanásáért szinte egytől egyig az ember a felelős. A szabadtéri tűzesemények közel 100%-a emberi gondotlanság, vagy nagy isten szándékosság következtében keletkezik. Ilyenkor, tehát ebben a száraz csapadékmentes időszakban egyébként sem ajánlott szabadtéren tüzet gyújtani, különös tekintettel arra, hogy március 1-től a megyében is tűzgyújtási tilalom kerül bevezetésre. A korlátozás elrendeléséről az erdészetért felelős miniszter döntett, ahogy annak feloldása is az ő hatásköre. A tilalom alá eső területekről a NEBIH és a katasztrófa védelem honlapján is tájékozódhatunk. Emellett azt is fontos tudni, hogy ilyenkor más az önkormányzatok által egyébként engedélyezett égetés is tilos. A tűzgyújtási tilalom az erdőkre, illetve az erdőktől számított 200 méteres körzetre vonatkozik, beleértve a fásításokat is, továbbá beleértve a vasút és a közút menti fásításokat, ideértve a parlag és avartűzgyújtás is, de a tűzgyújtási tilalom bevezetésének van egy olyan következménye, hogy a legtöbb olyan önkormányzati rendelet, amely szabályozta belterületen a növényi hulladék égetést, az most ebben az esetben is tiltja ezeket a tevékenységeket, ugyanakkor a katasztrófavédelemhez, a tűzvédelmi hatósághoz benyújtott, irányított égedési engedélyek ilyenkor nem kerülnek kiadásra automatikusan, tehát ez a tevékenység is tilalom alá esik most. Ahogy arra a tűzoltósági főfelügyelő is figyelmeztetett, a száraz időszakban nekünk is jobban oda kell figyelnünk, hiszen akár egyetlen eldobott égő cigicsik is komoly bajt okozhat. A termőföld tulajdonosokat pedig arra kérik, hogy rendeltetésnek megfelelően gaz és száraz aljnövényzetmentesen használják fel területeiket. A tűzvédelmi hatóság egyébként rendszeresen ellenőrzi, adott esetben megbünteti a szabályszegőket.